Ünnepélyes pillanatokkal vette kezdetét a közgyűlés, elismeréseket adtak át. Nagy Tamásné a Tóvárosi Óvoda vezetője pedagógus szolgálati emlékérmet vehetett át, Brancájz Zsuzsa grafikust Érdi János emlékéremmel, Kántor Sándor vállalkozót pedig Székesfehérvár gazdaságáért díjjal tüntették ki. Több önkormányzat olyan magatartásokat is kriminalizált, amelyek nem volt értelme. A képviselőtestület egy alkotmánybírósági döntés nyomán hatájon kívül helyezte a tiltott kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet. Bóka Viktor jegyző a döntés kapcsán elmondta, Fehérváron jól működött ez a rendszer, az alkotmánybíróság megítélése szerint azonban több önkormányzat nem megfelelő módon szankcionált. Javaslat köznevelési intézmények átadás átvételével kapcsolatos intézmények... A közgyűlés nyílt ülésen határozott intézmény átadásokról és átvételekről, így törvényes időn belül az összes szükséges lépést megtette a városa a munka folytatása érdekében, mondta a közgyűlést követően Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Azt hiszem, hogy a város nevében is nyugodtan megköszönhetjük az ő munkájukat, hiszen így lesz elérhető az, hogy január elején a kisdiák vagy a szülő semmit ne vegyen észre abból, hogy itt egyébként fenntartó váltás van. Viszont vegyünk közösen észre sok mindent majd abból, hogy a múzeum az Székesfehérváré, és végre a város történeti kiállítások, tárlatoknak a szerepe meg fog tudni nőni, meg fog tudni erősödni. Úgyhogy a történelmi fővárosban bizony ezen a területen azt gondolom, hogy van milyen hiányt pótolnunk, a közös feladatunk és most már felelősségünk is az, hogy ezt meg fogjuk tudni valósítani a hulladékkezelés és a hulladékból kérdés kérdéskörét azt mi is nagyon fontosnak tartottuk. A testület elfogadta Székesfehérvár középtávú energetikai stratégiáját is. A szép ZRT ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a következő években jelentős hatékonyság növekedést szeretnének elérni az energetikában. Köztéri alkotások áthelyezéséről is szó volt. A tervek szerint a Városház térről a milleniumi emlékjel a civil központ előtti térre kerül, az lévő csillagtérkép hajóval elnevezésű köztéri alkotást a Szénatéri iskola előtti parkba helyezik, innen pedig a medence szélén lévő mítosz nevű alkotást az iskola melletti parkba teszik.